B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, szeretném ismételten bemutatni, és most már jó eredményekről beszámolni a karsai cseppekről, ami továbbra is kiváló, és egy 10 hónap után egy junior által engedélyezett olyan különleges mesterkrémet szeretnék letenni az asztalra, amely tökéletesen megfelel minden követelménynek, kiváló a gerinc porckorongsér, térd, boka, izület, orbánc és cukor által okozott fekélyek ellen, sebekre, tehát nagyon javasolnám ennek a használatát, mert ez nagyon sok fájdalmat elvesz és sok izületi bántalmat. Izületi negyed. Fejfájás utca, betegségfalva, akut sugárút, krónikus körút, gyulladás híd, túlsúlyos sugárút, gyógyulás körút, egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket, vendégem ezúttal dr. Karsai József molekuláris biológus feltaláló, akivel már műsorainkban elég sokszor találkozhattak. Jóska bátyám, én azt gondolom, hogy a tavaly előtti karácsony is nagy öröm volt a számodra. A tavaly is, és azt gondolom, hogy az idei meg aztán óriási öröm lesz. Hát egy pici probléma van, mert a 3 évvel ezelőtti, mivel szeptemberben fedezték fel a rákot, kemoterápiás zacskóval voltam a nyakamba, karácsonykor, új évkor, mert a rákot már akkor elkaptam. Az a karácsony, amit nem tudom képzelni, és senkinek ezt nem kívánom, sokkal boldogabb karácsony. Már a következő karácsonyom, a tavalyi az már megállapították, hogy negatív vagyok, és hát most itt ez a karácsony, hogy vizsgálatokon átestem, a szepes tanár úr megnézett, még egy ilyen utolsó vizsgálatot azért megnéz, ami már nem függ össze közvetlen a hasnyálmirigy rákkal, de negatívot mutatott erre a karácsonyra, tehát második karácsonyom az, amit állítólag egy karácsonyt éltem volna meg, és hát mindenkinek legalább olyan karácsonyt kívánok, és tényleg ne essen depresszióba, ne adja föl, mert ha vigyázz magára, és figyel oda műsorokra, egyébre, azért nagyon súlyos betegségből is föl lehet épülni, és nagyon sok betegségnek okozója a depresszió egyébként. Akkor én most azt tanácsolom, hogy nézzünk meg egy részletet, mielőtt Karsai Józseffel tovább beszélgettünk, abból a dokumentumfilmből, ami róla készült. Jóska bátyám! Szervusz! Szervusz, Pistám! Szervusz! Hát... Örülök, hogy újra találkozom. Én örülök. Örülök. Amikor legutóbb itt voltam, nem adtam volna sokat azért, hogy így foglak téged látni. Hát igen, kétszer itt voltál tőlem, hogy utoljára láttam. Búcsúzni jöttem, tényleg, abban a És most már nem. Meg vagyunk. Pistám, doktor úr, nagyon örülök neki, hogy most már a harmadik alkalommal úgy jöttél hozzám, hogy nem azt kell nézem rajtad, hogy látom, hogy tudod, hogy én nem fogok már élni. És most úgy vagyok itt, hogy nézd meg, teljes erőben, egészségben. Tulajdonképpen úgy hoztak le, te is láttad. Láttam. Akkor nem adtam volna sokat azért, hogy újra látlak. Ez biztos. 40 kiló voltál, ahogy mondtad, de hát ebből a 40 kilóból 5-5 kiló volt mindkét lábadban a víz. Ilyen betegségből, ami nálad volt, ugye hát ez az örökletes hasnyálmirigy daganat, ez egy nagyon agresszív, rossz indulatú daganat. Ebből saját praxisomban még nem volt ember, aki meggyógyult volna. És hát ugye ezért szinte a remény sem volt meg bennem. De benned megvolt a hit és a remény, és megkaptad hozzá a családot, szeretetét. Mert szeretettel gondoztak, és nem adták fel ők se a reményt. Ez hozott vissza téged meg, természetesen az ital, amit
saját magadnak köszönheted, és már hányadszor, milyen gyógyíthatatlan betegségekből? Hát nekem most 9. életem van megmentve, mert egyszer 6 betegségből osztam ki magam 5 év alatt, ami gyógyíthatatlan volt, mert én nálam, tudod Pista, már a műtétnél is csak a tájogot vették szinte ki, rájött a Szijjártó professzor, aki állítom, hogy talán Közép-Európa legjobb hasisebésze, aki mindent megtett 6,5 órás műtéttel, tehát én végigmentem az orvosi protokollon is, de itt csak az étrendkiegészítő húzott ki, mert kaptam egy olyan sipolyt, amit itt a nejem elmondott már. De hogy ne, hát ez egy szövődmény, egy fertőzés. Ez egy olyan fertőzés volt, hogy ez de és ez... nem is akármilyen? Hát amennyire a házi orvosodtól tudom, hogy 2,5 liter geny ömlött ki. Rájöttem arra, hogy még egy műtétet, 6 órás műtétet nem vállalok be. Sikerült elintézni, hogy a szepes doktor, aki Szegeden? A gasztroenterológus Szegeden, ezt a sipolyt gyógyítsa nekem meg, és egy olyan új módszer eljárást csinált, ultrahangos bevezetéssel, hogy az okot szüntette meg, tehát a hasnyálmirigyből kiinduló és ide följövő gennyet leszívta vákumosan, nem kellett megműteni. Tehát az egy hihetetlen volt, 3 hétig voltam benne a szegedi klinikám, meg kell dicsérjem, hogy ilyen szuper ellátásban, a Grand Hotelben se lett volna részem, de 3 hét alatt napi 50 deka gyarapodásom volt, minden nap megmértek. Amiből ki kell jönnöd, bizonyítanod kell, hogy az, amit te létrehoztál kutatómunkával, az ebben az esetben nálad is, a reménytelen esetben is működik. Egy akadémikus azt mondta nekem, nagyon híres akadémikus, Kárpátaljáról jött át, azt mondta, soha nem tudtam azt, hogy egészséget lehet venni, csak a te étrendkiegészítőddel. Erre mondják, hogy az orvos kezel a természet gyógyít, de hát ezért vagyunk mi is itt, ugye diplomával rendelkező szakemberek, de kutató, én mint orvos. Tudtunk mindig konzultálni, és sokat haladtunk előre. Voltunk együtt a műsorokban is, és remélem, hogy elmegyünk újra. Itt kiléptél ebből a nehéz, életveszélyes betegségből. 16 órákat dolgozom, István. És nem tényleg reggel 5-től este 10-ig. Hát azt látom, hogy benned nem csak azt kell mondani, hogy be tudok ülni a kocsiba és el tudok hajtani valahova, hanem azt, hogy 16 órát dolgozom és újra aktívan. Olyat képzelj el, hogy az 3 hét alatt a szegedi klinikán minden bőröm, minden részemről lement a régi bőr, baba megújult. Bőröm van. Megújult, ezt látom. Ezt... Minden megújult, olyan a tenyerem, hát én ez dolgos kéz. Nem volt izmom, nem volt inam. Lógott a lábom, tehát én nem bírtam, fogtak, nem bírtam állni, nem bírtam ülni, nem bírtam megemelni a nyakam. Csak a lábom feje néha megmozdult. Most teljesen magánkérdés is, nem orvosi. Hit nélkül ezt végig tudtad volna csinálni? Nem. Nem. Feladtam. Úgy 18 évig minisztráltam. Én istenfélő ember vagyok. És valamiért kellettem. Ennyit segít a hit. Azt gondolom, hogy érdemes ennek a bejátszásnak az alapján vagy a mentén összegezni azt, hogy tulajdonképpen te mitől gyógyultál meg. Ugye az egyik mindenféleképpen, amit mondtál és említettél ebben a bejátszásban, hogy a hit, hogy az imádság, hogy ugye az Isten hit, az ima, ami egyrészt a mi kéréseinket fogalmazza meg, de másrészt a cselekedeteinket, a szándékunkat. Esetedben, hogy meg akarok gyógyulni, és teszek is érte valamit. Hát ennek azért több tényezője van. És ebből akár talán, ha egy is hiányzik, akkor már nem olyan a gyógyulás, mint én, hogy 3. karácsony meg fogom élni, bízok benne, mert nem soká karácsony van. Rendkívül fontos számomra az tulajdonképpen az én hitem, ami olyan családban nevelkedtem, ahol ma 6 éves koromban minisztráltam, még iskolába se jártam, és mai napig 16 éve például a püspöknek szinte 2 hetes
baráti beszélgetéseken vagyok együtt a Csanád-Csongrád megyei Kisrikó püspökúrral, tehát ez a hit a betartott általad is elmondott. Én betartottam az orvosi protokollokat is. Bocsáss meg, azt akarom mondani, hogy és a harmadik az pedig, igénybe vetted az akadémikus orvoslás eszközeit. Tehát volt kemoterápia és volt műtét. Ezt mondom. Igen. Ezt mondom, hogy gyakorlatilag én, vagy nehogy azt mondják, hogy mégis ezt nem vettem igénybe. Én betartottam azt is, de mikor előző műsorban elhangzott, amikor lejöttetek hozzám, hogyha én a gyógynövényen nem segítek tulajdonképpen rá, akkor még ez mindig kevés lett volna, tehát a következő tényező az volt, hogy... A harmadik meg az étrendkiegészítőt. Az, hogy egy olyan étrendkiegészítőt csináltam, amit egyébként in vitróba, Peci csészébe igazoltak, hogy rákellenes hatása van, amit természetesen azóta már lényegesen továbbfejlesztettem. Igen, pontosan útközben beszélgettünk arról, hogy nagyon fontos az, hogy egy étrendkiegészítőbe milyen hatóanyagok kerülnek be, de ennél már csak az a fontosabb, hogy jusson is el oda, ahol hatnia kell, mert hogy azért a szervezetben rengeteg minden történhet vele. Igen, nagyon nagy meglepődésünk volt, amikor én még átestem már a rákon, legalábbis a műszerek szerint, meg az én érzésem szerint, hogy megnéztük azt, hogy vajon ami benne van a folyadékban, vagy a kapszulában, legyen bármi, annak van egy folyadékkromatogramja, olyan, mint az EKG, és ha 3 perc múlva, 30 ml megivása után, 3-5 perc múlva vérmintát vettünk a kisujjból és az agyból, külön-külön folyadékkromatográfba beütve, a folyadékkromatográfnak meg kell egyezzen, ami a vérbe van, meg ami benne van a folyadékba. Mert azt kapszulán. Jelenti, hogy eljutott. Azt jelenti, hogy eljut a hatás kifejtés helyére. Lehet bármilyen jó, lehet 100% hatóanyag ebbe az üvegbe. Ha nem tudjuk kimutatni, hogy benne van a vérbe, és eljut a hatás kifejtés helyére. Ha ez nem történt volna meg, én meg se gyógyultam volna, ad egy, ad kettő, nem is csinálnám. Ha én ezt nem tudom leigazolni, és megpróbáltuk 40-50 gyógyhatású étrend kiegészítőni, persze neveket nem említve, igen. Az óriási mennyiségben benne van a hatóanyag még az üvegben vagy a kapszulában, de nincs benne a vérbe, a hajszálérbe. Ez azt jelenti, hogy hiába van a gyomorba, ha pepszin, gyomorsa, vepe, stb. Elbontja, és nem jut be a hatóanyag oda, ahova kell. Hát akkor nem hat. Egyébként beszélgetünk majd nem sokára, mert ugye van egy vadonatúj fejlesztésed is, de most először maradjunk még annál az étrendkiegészítőnél, amit megiszunk, tehát ennél az ivólénél nem is tudom, hogy fogalmazzam. Ugye ennek az egyik nagyon fontos alkotó része ez a bizonyos astragallusz, amiről azt mondják a kínaiak, hogy ez ugye a csi, hát onnan is jön maga az astragallusz, ugye az életerőt jelenti, megtartalmazza. Igen, hát ez egy nagyon érdekes, mert elhangzott a műsorban a név, amikor helyesbítette, hogy Elizabeth Blackburn, nem igen, Taylor igen, volt igen. Az, aki Nobel-díjat kapott azért, hogy csak megtalálta azt, hogy hogyan kell a telomert kimutatni a kromoszoma végén, és meg tudta mérni angströmbe, és ebből meg tudta határozni, hogy egy kromoszoma végén hány darab, hány ezer, hány száz telomer van. Mert ha 4000 alá esik a telomerek száma egy kromoszómán, akkor beáll az apoptózis, a sejthalál. Tehát ha valakinek abszolút semmi baja nincs 90 vagy 80 éves korára, elfogy a telomerje a kromoszóma végén. És akkor ennyi. És ennyi. Na most, ő Nobel-díjat kapott. Én meg hol ezt kapom, hol azt kapom, hol előről, hol hátulról, föl se veszik, én meg tudom oldani, hogy a telomereket többet tudok visszarakni rá egy év alatt, 12 hónap alatt a telomerből, ezzel az anyaggal, mint amennyi 14 havonta a kromoszóma osztódásakor elvesz. Mert ha ez 4000 alá esik, amit már egyszer elmondtam, a telomerek száma a kromoszóma végén, akkor beáll egy természetes halál. Na most ugye amikor megszületünk, te ezt pontosan tudod, hogy van X kromoszómánk, és ahogy megyünk előre az időben,
egyrészt a korunk miatt fogy, másrészt meg a betegségeink miatt fogy, és ahogyan mondtad, egyszer csak vége a dalnak. És hogyha ha valaki a telomeráz enzimet tudja hasznosítani és használni, akkor ezzel tudja aktivizálni, azaz, ahogy mondod, növelni a telomerek számát. És akkor ezt a bizonyos telomer sapkát a kromoszóma végén, ami folyamatosan kisebb lesz, ezt így meg tudjuk növeszteni. Vissza. Hát igen, vissza. Hát ezért van az, hogy egy hegyi pásztor 2000 méter magasan, aki nézi a birkát, megissza a kumiszt esetleg, vagy valamit. Ott van a jó levegőn. Jó levegőn ott van, annak 50 telomer veszel egy 14 havonta, aki meg egy stresszes életet él, bonyolult, problémái vannak, ideges. Iszik, cigarettázik, drogozik. Különböző életmódot él, annak akár 200-250 is elfogy. Hoppá. Évente, aha. És hopp, egyszer csak sok 50 vagy 60 éves korára meghal, közben nem is mutatta ki nála szervi betegséget. Aha. Na most rengeteg betegség, még mai napin is van a orvosok szerint, hogy nem tudják, hogy mi baja, semmi. Kimutatható orvosi baja nincs, mégis meghalt. Elfogyott a telomer. 4000 alá esett a telomer, és meghalt. És ez még eztán vár majd kimutatást, hogy nézzék már meg, hogy aki így hal meg, hogy nincs semmilyen betegsége. És mégis meghal. Egy lábtörésbe. Még a nevet is megmondom, Mezőkovács Házán nevet nem mondok, 90 évesen. Meghalt úgy, egy lábtörésbe, hogy semmi baja nem volt. Uh-huh. Olyan egészséges volt, mint 60 éves korában. Mégis meghalt. Elfogyott a telomer. Hát elfogyott. Aha. Te egyébként megnézetted valaha is a telomer számodat? Az igazság, hogy az nem, de én tudom a telomerjeim számát, mert én már 6 éve a telomeráz enzim, mivel a kender, a roskender magjába van telomeráz enzim, ami telomereket termeltet. Gyakorlatilag, és én az asztagaldus is nagyon régóta alkalmazom, és főleg a javuló kivonási eljárással. Ebben van roskender? Ebben gyorsan van roskender, roskendernek a kivonata, a magnak, szigorúan roskender, annak a magjának a kivonata, az közvetlen szaporítja a telomereket, aha. És van benne az asztagalduszban egy TA65 nevű gyógy, hatóanyag, ami dupla annyit fölrak, uh-huh. Mert átalakult telomeráz enzim, és mint telomeráz enzim, telomereket termel. Tehát meg tudom uh-huh. duplázni azt, ami régen. Tehát én 7 éve, uh-huh. 5 éve már az asztagalluszt is iszom, plusz 7 éve meg már a roskender magját is, a telomeráz enzimfejlesztő enzimet is hozzájut a szervezetem, és gyakorlatilag én a vérkép meg egyéb alapján, most van itt a vérképem, 8 napja csinálták olyan, 65 évesnek felel meg, és hát 79 éves vagyok. Ez igen. Egyébként akkor ezt nyugodtan mondhatom, hogy ennek ugye anti-aging hatása is van. Igen, mert hogy lassítja az öregedést, hát, akárhogy nagyon, nézem. Nagyon sok ember, aki megelőzésként vagy valamire kér, vagy a kísérletekben legalábbis részt vett, mert most már forgalomba fog kerülni január után teljes mértékben a másik anyaggal együtt, ami itt van. Igen, ez fokozza tulajdonképpen a vitalitást is, és rendkívüli hatása van a boszvili, amit említettem, hogy a Kisrigó püspök úr, dr. Kisrigó László püspök úr adott olyan különleges ománi töményt, amiben a boszvíria is csökkenti a depressziót, és nagyon jó, totálisan jó antibakteriális hatású, és csökkenti a depressziót. Tehát így karácsony előtt különösen javaslom, mert ebben 2,5%-nyi boszvíria van. Hát egyébként ugye arra emlékszünk, amikor a papok a tömjén füsttel mentek, ami ugye nem csak az ördög ellen, hanem a különböző járványok ellen is hatott, a tömjén maga. Igen, hát itt kettő bizonyítja azt. Ahogy mondtad, van ebbe is. Igen, kettő bizonyítja azt. Az egyik az, hogy alig hallottunk esetet, hogy a pestiseknél holott ők sokkal többet fordultak meg pestises emberek közül, alig-alig haltak meg papok, és ha megnézzük a jelenleg a papi otthonokba, akik már misézni ugyan nem tudnak, de még élnek, a legmagasabb életkort náluk a legmagasabb. Aha. Tehát hiába vannak esetleg egyedül, hiába teri vannak, de
majdnem közel 90 év az élet átlag az életkor. Átlag életkor. Tehát jóval meghaladja az egyéb emberek, mert otthon is füstölnek vele, a templomba is, és a füstjébe is benne van, csak kevesebb mennyiségben, mint ebben a kivonatban. Akkor most akkor ennyit beszéltünk arról, amit inni kell, és akkor nagyon büszkén mondtad, hogy sikerült egy krémet is kifejleszteni, amire most kaptátok meg mostanában az engedélyt? Igen, hát ezt tulajdonképpen, aki engem végig az egy év alatt éjjel-nappal ápolt, a drága feleségem, mert nem mondtam el a negyedik tényezőnek, nem érkeztünk, hogy tulajdonképpen, ha ő engem akkor nem ápol abba a kritikus egy évbe, akkor mi ma itt nem beszélgetünk, tehát itt napi 24 órás ügyeletben nincs mellettem, akkor én nem vagyok, tehát hiába van gyógynövény bármi. Tehát sok mindennek össze kell játszani, hogy ez jó legyen, és hát először az ő térdét gondoltam, hogyha ezek a hatóanyagok ilyenek, hogy a hiárűről savat megtermelteti a szervezettel, tehát amikor beszélünk egy mesterkrémről, ami megkaptam tulajdonképpen gyakorlatilag, mert Brüsszelbe, hát 8-10 hónapig tartott, hogy uniós engedélyt kapjon, tehát eztán kerül forgalomba, hogy ezek rendkívüli hatással vannak a próbák, az eddigi próbák, mert hisz, ha nem próbálja ki az ember, akkor az nem becsületes dolog, hogy forgalomba akar olyat bocsájtani, hogy engedélyt kell olyanra, ez azt jelenti, aminek hogy, nem látja hogy, a hatását. Hogy ti családbarátok kipróbáljátok mindig. Meg egyéb körben, meg a belső körökben adtam arra, hogy izületi fájdalma van, csontfájdalma van, porckopása van, ez szaporítja a porcokat, hialuronsavat magával a szervezettel termelteti meg, és úgy lesz belőle zselatin, keni a porcokat, nem recsegnek az ujjai. Hát volt az előző műsorban, hogy a nejemet szinte műtétre ítélték volna, és hát helyre jött a térde, és hát azért bátorkodtam arra, hogy hát akkor nézzük akkor meg, hogy ez a közember is egy nyugodtabb idős életkort éljen meg, hogy ne fájjon minden izülete, minden csontja, tudjon járni, ne kelljen annyi protézist csinálni. Nagyon sokan elkerülik, akiről tudok, csípőprotézist vagy térprotézist, mert helyreáll a porc, a zselatin, és tulajdonképpen ebből a betegségből szinte gyógyulni tudó, úgyhogy akit majdnem, hogy tolószékre ítélnek, már műteni sem merik a bonyolult térdműtétet, már most jár bot nélkül. Jóska bátyám, honnan van neked ennyi energia? Tehát, hogy tényleg a műsorról műsorra bejössz, és beszámolsz arról, hogy nem arról, hogy most ez megvan, jaj, de jó, hanem, hogy ezt kutatom, azt kutatom, újabbat csinálok most a krémet, szóval, hogy tudsz te egy ilyen betegség után, amiből te kijöttél, mert azért az egy kutyakemény történet volt ez a hasnyálmirigrák. Az egy kutyakemény történet volt. Honnan a jó Isten adja neked? Honnan van ennyi energiád? Hát valonnan fölülről is kell, hogy jöjjön, meg tulajdonképpen a családból is kell, hogy jöjjön ez az erő, mert egy igazi kutató soha nem áll le, és még mindig látom, hogy van, hát ennek mondjuk most vannak objektív okai is, mert az előző műsorban beharangoztam én, hogy a növényeknél már megoldottam azt, hogy a cukorból keményítőt csinálok, és a inzulin meg a cukor tabletta helyett adni olyan növényt, amit tulajdonképpen a bejutó cukor vagy szénhidrátból keményítőt csinál, és de nem lép fel. Leálltál, nem? Most kénytelen vagyok, objektív, tehát vannak objektív. Ez tőlem független, hogy jött ez a háborús helyzet, jött ez a magas gáz, magas villanyáram, és most nappali fényt kéne a növénynek adjak, mert csak növényen köröztül tudom az emberi szervezetbe eljuttatni. Ehhez viszont föl kéne nevelni olyan körülmények között a növényt, hogy az én kezelésemmel a növény megkapja azt a kezelést, hogy benne legyen az az anyag a növénybe, ami átkerül az emberbe, hogy a benne lévő cukrot, mondtam is a példát, hogy a 12-14%-os cukorrépából tudtam csinálni 3% cukortartalmú répát. Átalakítottam kenyérrépát, és meg tudtam fordítani a takalmárépából, meg tudtam csinálni cukrot,
Tehát oda-vissza lehet forgatni, mert ez így megy végig, hogy a cukorból... És akkor mi, ehhez neked üvegházak kellenének? Ehhez mi? Üvegház kéne, kemény fűtés, megfelelő hőmérséklet, kéne a, mondom, a világítás, tehát télen is, hát nem, tavasszal tudom újra elkezdeni, újra egy éve csúszott ezzel, hogy nem tudok még egy kis üvegházat sem, mert rendkívül költséges ahhoz, hogy a növényben legyen benne az az anyag, mert másképp, ha én ezt adni akarom, ezt az én fajta regulátoromat, ahhoz 10 éves orvosi vizsgálat kéne, az egy nagy orvosi, hosszú procedúra, gyógyszertári. De ha étrendkiegészítőként adom, akkor a növényben lévő anyag megy át az emberbe, és úgy csökkentené a cukrot. Tehát ezt én már növényen gyakorlatilag igazoltam, tehát ez most csúszik sajnos egy évet, amit mondtam, hogy nem soká megoldom ezt a komoly inzulin rezisztencia, meg egyéb gondot. Találtam egy idézetet Szent Györgyi Albertől, és most azért olvasom fel, mert kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá. Amikor a fiatalok azzal fordulnak hozzám, hogy kutatók akarnak lenni, mert szeretnének hozzájárulni az emberi szenvedés enyhítéséhez, én inkább jótékonysági intézményekhez küldöm őket. A kutatás önző embereket kíván, akiket szenvedélyesen érdekelnek a haszontalan kérdések, és megoldásokért hajlandók mindent feláldozni, még a saját életüket is. A haszontalan idézőjelben van téve, ezt elfelejtettem mondani. Igen, hát ez az igazság, hogy nagyon nagy kutató és nagyon Nobel-díjas büszkék lehetünk a Szent Györgyi Albertre, de egy kutatás az, amit én több mint 50 éve csinálok, én tudom, hogy mennyi lemondással jár és mennyi munkával, és hát szerencsére én időbe észleltem mindig azt, hogyha rossz vágányra kerültem, már 2 hónap után megállapítottam, hogy ebbe az irányba nem megyek, mert ez nem lesz így jó. És át tudtam térni másikra. Mindig? Azért van ennyi találmányom. Mindig? Hát 3 hónapnál tovább nem tartott, ha láttam, hogy nincs eredmény. Tehát, de az ember elkezd tovább 5-6 évet beleölni olyanba, amiben látja, hogy csak nem megyek előre, csak nem megyek, nincsen látványos eredmény. Az alatt meg lehet, hogy 3 jobbat ki tudna találni helyette. Tehát mindig ez vezérelt, azért van ez a sok bejegyzett, meg a legújabb találmányom, hogy szinte életemben fél évenként esik rám egy új találmány, ami tulajdonképpen csak az a találmány, vagy know-how, ami még nincs eddig, vagy nem tudják utánozni, nem tudják lekoppintani. Tehát tulajdonképpen ez a nagy jelentősége, és hát természetes az, hogy nem tudok belőle sokat csinálni, tehát ez majd elindul, ez az nincs se internet, se a forgalmazás, ebből nem lehet sokat, ezt 20 napig kell csinálni. Ez nem úgy van, hogy összeöntök 3-4 anyagot, vagy 10-et, vagy 20-at, és kiüvegezem, és na vigyétek, mert ez jó erre, arra, vagy amarra. Tehát ennek meg kell győződni a hatására. És amit mondtam, a legfontosabb az, hogy ott legyen a hatás kifejtés helyén. Mert nem csináltunk semmit ebbe, csak az van. Ebben hiába van benne, ha nem teszi a maga dolgát, hogy mint étrendkiegészítő mellékhatásként gyógyítson. Keresnek téged mostanában betegek, hálás betegek, olyanok, akik köszönetet akarnak mondani, olyanok, akik érdeklődnek, szóval úgy érzed, hogy benne vagy a köztudatban? Hát az az igazság, hogy én olyan mértékig még nem reklámoztam, mivel hát ennek még hosszú a gyártási ideje, meg hát most jött ez a kis áremelkedés, ami nem is kicsi. Nem is kicsi, ezt nem akartam kicsi mondani erre a kisre. Nem is kicsi, de azért olyan 30-35 országban YouTube-on nézik azokat a műsorokat, lassan 7. éve, hogy itt vagyok a 6-os csatornán, és tulajdonképpen ennek be kell rendezkedni egy olyan elfogadható gyártásra is, hogy sorozatba tudjon menni, hogy lehessen annyit csinálni, hogy az embereket ténylegesen tudja az ember biztonsággal gyógyítani, mert én, amikor jönnek a kísérletre, vagy a püspök úrral a jótékonysági anyagunkra jelentkeznek, akkor bizony meg kell fontoljuk, akiknek adunk, és olyanoknak adunk, ahol a 20-30 helyett legalább 80% esélyt látunk nála a gyógyulásra. Mert azt akarod mondani, illetve hát én is tudom, hogy nagyon sok ember te szponzorálsz, tehát hogy nem pénzért adod neki, hanem hogy
Hát igen, hát ilyen több száz van, hát azért adom neki, meg hát akik benne voltak a sztori kettőbe is, igen. Hát azokat gyógyítom mind a mai napig azzal, hogy továbbra is adom nekik, és még 4 éve, hogy élnek meg 2 éve, meg másfél éve, és még szerencsére lekapogom itt, még mindegyik él. Mit érzel, amikor valaki azt mondja neked, hogy Karsai úr, köszönöm? Hát ezeket nem igen lehet leírni. Uh-huh. Tehát ezeket az érzéseket nehéz leírni. Tulajdonképpen ez is adja azt az erőt, hogy nem hagyom magam, és támadhatnak bárhonnan. Tudom, hogy mindenki a gyógyszer mellett van. Vannak, hallani se akar orvosok gyógynövényről, meg az csak kuruzslás, uh-huh. meg egyéb is. Ezeket azért mind átélni, amikor látom a pozitív eredményeket, és hallom vissza írásba, szóba, amikor idehoztam neked egy köteggel, hogy milyen köszönő leveleket írtak, hogy gyógyultak meg. Ez egy nagyon felemelő és nagyon jó érzés így karácsony előtt tulajdonképpen. Mit kívánjak neked karácsonyra? Hát nézd, én azt hiszem, hogy a családdal nyugodtan éljek, és láthassam, hogy most már a krémmel együtt tudom forgalmazni, és most már tudok olyan betegeket így gyógyítani, akiket személyesen tudok látni, látom és tudom, és hát karácsonyra szeretném most már, hogy majd idővel teszek rá pontot, hogy azért a gyógynövény arányait az étrend kiegészítőbe változtatva egy kicsit, egyikből többet, másikból kevesebbet, hogy a 6 féle rákcsoportra is meglegyen végre, hogy speciálisan, céltudatosan legyen majd jövőre az, hogy melyik rákos betegségre, milyen arányban legyen benne ez a 7 gyógynövény. Akkor legyen négy, ez volt a végszó, akkor békés, szép áldott karácsonyt kívánok neked is. Köszönöm a nézőinknek is, viszontlátásra. Is. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Békirály Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, szeretném ismételten bemutatni, és most már jó eredményekről beszámolni a karsai cseppekről, ami továbbra is kiváló, és egy 10 hónap után egy unió által engedélyezett olyan különleges mesterkrémet szeretnék letenni az asztalra, amelyik tökéletesen megfelel minden követelménynek, kiváló a gerinc, porckorongsér, térd, boka, izület, orbánc és cukor által okozott fekélyek ellen, sebekre, tehát nagyon javasolnám ennek a használatát, mert ez nagyon sok fájdalmat elvesz és sok izületi bántalmat.